Érettségi vizsgaidőszak, tűz pusztított Kenderesen, veterán autók kiállítása, jázd újra kreatív omisok. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. május 4-én 18 óra 5 perckor. Megkezdődött az idei érettségi vizsgaidőszak térségünkben is. Hétfőn a magyar nyelv és irodalom írásbelékkel kezdődött az idei érettségi vizsgaidőszak, amely során 1162 helyszínen várhatóan mintegy 114.700-an érettségiznek. Karcagon 259-en tesznek érettségi vizsgát. Ma reggel zavartalanul kezdődött el a 2022. május-júniusi érettségi vizsgaidőszak magyar nyelv és irodalom vizsgatárgyal. 79 tanulónk középszinten, 7 tanulónk pedig emelt szinten érettségizett. A 7 tanulónak nagyon szurkolunk, akik Szolnokon írják ezekben a percekben is a vizsgadolgozatot. Kollégistáink vasárnap beérkeztek, úgyhogy a mai napon bár ugyan 9 órakor kezdődött, de kényelmesen a vizsgatermekben el tudták foglalni a helyüket, és délután minden lehetőséget megadunk, hogy aki még tanulni szeretne a holnapi matek érettségére, hiszen rendszerint ez a mumus, tudjon még készülni, illetve egy más lelkét is bátorítani. Az írásbeli vizsgákat május 2 és 23 között rendezik meg. A hétfői magyar vizsgák, amelyből középszinten 70.944, emelt szinten pedig 2209 tanuló alt számot tudásáról után kedden matematikából mintegy 69.000-en középszinten, több mint 5.000-en pedig emelt szinten vizsgáztak. Nagy várakozással tekintettünk a nap elé, ugye matematikai érettségiről van szó, 85 középszintű vizsgadolgozat íródik ezekben a pillanatokban is, úgyhogy egyébként a vizsgára vonatkozó szabályok betartásával készültünk a mai napra. Van, akinek könnyebben megy a matematika, van, akinek pedig nem. A humán beállítottságúak jobban féltek a matematikai érettségitől, akik pedig reál beállítottságúak, gyakorlatilag ez a legkönnyebb vizsgájuk, mint ahogy elhangzott is. Történelemből középszinten több mint 66.000, emelt szinten mintegy 8.000 diák érettségizik. Csütörtökön tartják az angol vizsgákat, amelyre középszinten több mint 49.000-en, emeltre pedig csak nem 20.000-en jelentkeztek. A másnapi német nyelvi vizsgákra középszinten majdnem 12.000-en, emelt szinten több mint 2600-an vállalkoztak. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 1 és 9, a középszintű szóbelik június 13 és 24 között lesznek. A vizsgákat a középiskolák és a kormányhivatalok szervezik. Lebonyolításukban 3185 érettségi vizsgabizottság működik közre. A vizsgák jogszabályban rögzített időpontjai elérhetők a www.oktatás.hu oldalon. Az idei vizsgaidőszakban mintegy 73.000 végzős középiskolás érettségizik. Rendes érettségi vizsgából lesz a legtöbb. A végzős tanulók 342.926 ilyen vizsgát tesznek majd. A már érettségi bizonyítványa rendelkezők csak nem 10.000 ismétlő vagy kiegészítő vizsgára jelentkeztek. Az előrehozott vizsgák száma 30.478, a szintemelő vizsgáké 13.952, a pótló és a javító vizsgáké pedig együttesen 2.255. Hát az érettségi szoftverben létrehoztuk a csoportokat, a jegyzőkönyvek megvannak, a vizsgatermeket fertőtlenítjük, a készfertőtlenítőszereket elhelyezzük, úgyhogy ügyelünk a tisztaságra és szurkolunk a gyerekeinknek. Az érettségik alatt minden vizsgahelyszínen megfelelő mennyiségű kézfertőtlenítőt kell biztosítani. A maszk viselése javasolt, de nem kötelező. Az intézményekbe az iskolák helyi szabályai szerint léphetnek be a vizsgázók. Meg is kértük őket, hogy ne használjanak semmilyen olyan tárgyat, ami a vírusfertőzésnek kedvezne, és azt gondolom, hogy az osztályfőnökök ugyanezzel az útravalóval látták el őket. Még mindig vigyázni kell, és nem, alig volt jellemző a kabala, egy-két tanulónál volt csak. Az egészségvédelmi intézkedésekről bővebben a www.oktatás.hu oldalon olvasható közlemény. 4 gázpalackot találtak Kenderesen, kigyulladt egy ház.
Kigyulladt egy 200 négyzetméteres alapterületű lakóház több szobája szombaton Kenderesen a Szent István úton. A lángok az ingatlanhoz épített melléképületben csaptak fel, ahol egy személygépkocsi megsemmisült. A tűz innen terjedt tovább a családi ház nappaliának nátszigetelésű födém szerkezetére. A karcagi és a mezőtúri hivatásos, valamint a kórhegyesi és a kisújszállási önkormányzati tűzoltók vonultak a helyszínre, akik a katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányítása mellett fékezték meg a lángokat. Az egységek az égő épületből 4 gázpalackot, illetve egy széndioxid palackot hoztak ki, amelyet visszahűtöttek. A tűzoltók az utómunkálatok során a födém szerkezetet megbontották további izzások után kutatva. A házban egy ember élt, ő otthonában maradhatott. A ház lakóját az önkormányzat szállásolta el. Szabó Györggyel egy régi ZUK előtt beszélgettünk, hiszen veterán autókiállítást szervez társaival. A május 21-én a családi naphoz kapcsolódva veterán autós találkozót szervez Vinisné Tündikével, akiknek egy országos hírű rendőr moszkvicsuk van. A másik illető, akivel nagyon nagy karöltve ezt terveztük, ez Vinisné Tündike, és nekik ugye egy rendőr moszkvics van, egy országos hírű rendőr moszkvicsuk van, és ő egyszer oda dobta nekem a tiszaőrsi találkozón, hogy nem, hogy csinálnánk is mi is egy ilyet. Hát mondom, csináljunk, úgyhogy jónak mondta, és ennek kapcsán megindultak az ötletelések. Most jött el az ideje, hogy 2022-ben ez létrejöjjön, úgyhogy januárban már keresett minket a Dériné Kulturális Központ, és ötleteljünk, gyűjtsük az ismerősöket, kiknek tudnánk szólni, meg mit szeretnénk, mik a igények, mik a lehetőségek, ezt ugye szembe lesznek állítva a dolgok, és most már közeleg a napja, hogy ez létre fog jönni, úgyhogy én inkább a karcagi ismerősöket, barátokat, Tündike pedig a orosháza, a moszkvicsos rész, meg az egyéb távolabbi ismerősöket mozgósítja. A családi nap alatt a József Attila utca múzeumparkhoz eső szakaszán lesznek kiállítva az autók. Elvileg lábon érkeznek szerintem a 97%-a. Utána tervezünk, szeretnénk egy kört a városba. Ugye volt már erre példa az elmúlt években, és ilyen magánszervezésben történtek itt már ilyen ócska autós gyülekezetek, és arra van új gondolat, hogy utána menjünk egy kört. Aki esetleg kedvet kap, még jelentkezhet Szabó György közösségi oldalán. Az autókban nem lehet majd beülni, csak kívülről megnézni, bár a kisgyerekek esetében lehet, hogy kivételt tesznek majd a szervezők és az autótulajdonosok. Szabó Györgynek több zsukja van. A képen 1990-es évjáratú látható, a Magyarországra behozottak közül majdnem az utolsó széria. A Magyarországra behozottak közül körülbelül majdnem az utolsó széria, 91-ig hozták be az Magyarországra, odakint a lengyelek még 98-ig gyártották, egy 587 ezres összdarab számot produkáltak 58 és 98 között, és ez a zsuk egy gyöngyösi zöldséges bácsié volt, én vagyok a második tulajdonosa, tőle tudtam megvenni, hál' Istennek, nem hagyatékból, végig garázsba állt. Ez nagyjából a fellelt állapot, annyi, hogy szerkezetileg rendbetéve és fel lett polírozva. Tehát a bácsi annyira megőrizte, hogy a magához, a gyártmányhoz képest teljesen hihetetlen, hogy nincs rajta átrosdásodás, meg különböző típusbetegségek se igazán. Hát lehetne rá festéket alulról főleg locsolni, de így a fellelt állapota, én nekem a gyári meg a fellelt állapot így a szívem ügye, úgyhogy nagyon nem fogom túl díszíteni. Volt egy platós zsukja is Szabó Györgynek.
Az a család első autója, amivel a juhállományoknak szállították a zöld takarmányt. Aztán most újra rátalált a márkára, ami görbe tükröt mutat a mostani autós társadalomnak, mert ott már laptoppal indul a szervíz, itt kalapáccsal indul, meg zsír, olaj, víz, és akkor nagyjából elmegy A-ból B-be, mondja a tulajdonos, aki reméli, jól sikerül a május 21-i veterán autó találkozójuk. A Dériné Kulturális Központban nyílt meg a Madarász Imre Egyesített Óvoda és a Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanács Jázd újra kreatív alkotó kiállítása, amelynek keretében a gyermekek, a szülők, az óvodapedagógusok, a tehetséggondozó műhelyekben résztvevő gyermekek által készített, újrahasznosított játékeszközök, alkotások kerültek bemutatásra. Gulyás Ferencné, a MIEU intézmény vezetője köszöntője után a kiállítást Kunné Nánási Mónika, a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár megbízott igazgatója nyitotta meg, majd a Táncsics körút 17 óvodába járó gyermekek tavaszköszöntő című műsorát láthatták a jelenlévők. Mint Gulyás Ferencné elmondta, a kiállításnak az is a célja, hogy azon dolgok, amelyek még újra hasznosíthatóak, azokat próbálják bevinni a mindennapokba, ötletekkel új dolgokat készíteni belőle. A mai napon a Jázd újra kreatív alkotó kiállításunk fog megnyílni, ahová az óvodásaink, a szüleikkel, az óvodapedagógusokkal, a nevelőkkel közösen készítettek eszközöket, játékokat, különböző tárgyakat, amelyeket újrahasznosított anyagokból készültek el, hiszen ennek a kiállításnak az is a célja, hogy azon dolgok, amelyek még újrahasznosíthatóak, azokat próbáljuk bevinni a mindennapokba, próbáljunk ötletekkel új dolgokat készíteni belőle, és hát itt a mai kiállítás tárlaton már láthatjuk, hogy rengeteg olyan ötlet valósult meg, amelyet mind a hétköznapokon az óvodai nevelés keretein belül, de mind otthon a családokban is haszonnal forgathatnak még hosszú időn keresztül a gyermekek és a szüleik. A 9. kiállítás eddig a leggazdagabb. A gyerekek kreativitása ebben az életkorban nagyon nagy. Nyitottak minden olyan kézműves tevékenységre, amelyek keretében közös alkotások valósulhatnak meg. Ez a kiállítás 9. alkalommal kerül megrendezésre, és hát mondhatom azt, hogy talán ugyanolyan dolog, eszközjáték még soha nem volt, mert tele vannak ötletekkel a szülők is, az óvonénik is, a gyerekek kreativitása ebben az életkorban nagyon nagy, nyitottak minden olyan kézműves tevékenységre, amelyekhez egy kis segítséget kapnak a felnőttektől, támogatást, és így ennek keretében közös alkotások valósulnak meg. És mindemellett, hogy a 9 óvoda itt van a kiállításon, emellett 5 kézműves tehetséggondozó műhelyünk is bemutatkozik, hiszen ez a mai program rendezvényünk, ez a Nemzeti Tehetségprogram támogatásával valósul meg, a Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanács program sorozatának szervezésében. Sári Kovács Szilvia alpolgármesternek is nagyon tetszett a kiállítás. Most is nagyon csodálatos és nagyon szép, hiszen minden évben készülnek a gyerekek, és ez egy igazi öröm számunkra, hiszen nagyon sok hulladékot termelünk, vagyunk be őszintén, hiszen olyan csomagolásban tudtunk hozzá tulajdonképpen mindenhez, amit utána szinte fájó szívvel dobunk ki, hiszen valamire lehet használni. És ezek az óvodás gyerekek nagyon nagy fantáziával és hallatlan ügyességgel találják meg, hogy ezekből a már nem használt tárgyakból mi mindent lehet csinálni, mi mindent lehet készíteni, és mi minden hasznos játékra lehet ezt fölhasználni, és én örülök, hogy ennek a hagyománynak nincs vége, minden évben újra élesztik, megcsinálják, és gondolom, hogy nagyon sokat készülnek rá a gyerekek, hiszen ilyen gazdag kiállítást talán még nem is láttunk, még nem nagyon volt időm széjjel nézni, de én úgy gondolom, hogy minden egyes óvodának egyre több játéka van, és egyre több tárgyal készült, és egyre szorgalmasabbak és ügyesebbek voltak a gyerekek, egyre több mindent készítettek nekünk. Véleménye szerint ilyen gazdag kiállítás még nem is volt, és nincs két egyforma tárgy sem, a gyermekek fantáziája határtalan. Ebből is látszik, hogy a gyermekeknek a fantáziája az tulajdonképpen határtalan, hiszen mi már talán megállnánk egy pontnál, de ők nem tudnak megállni, mindig újat és jobbnál jobbakat találnak ki. És én úgy gondolom, hogy ha ezt most gyermekkorban megteszik, akkor talán felnőtt korban is ilyen kreatívak lesznek, de egy biztos, hogy tudatosabban fognak a környezetükre figyelni, és arra, hogyha megvesznek valamit, akkor milyen csomagolásban veszik azt meg, illetve a csomagolással mit fognak majd később kezdeni, ha már a beltartalmat nem használják.
A kiállítás elérte a célját, sok mindenkinek tanulságul szolgál, és sokan példát fognak ebből meríteni, mondta az alpolgármester. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!